Ahhoz, hogy biztonságosan végrehajtsák a beütést, egy úgynevezett távtartó becsavarásával, illesztésével, illesztését is végre kell hajtani, hiszen megfelelő távolságba kell, hogy álljon a beavatkozó tűzoltó kollega, mármint a beütéstől is, illetve az akupaktól is. Az egyik ugye egy mechanikai sérülés is ne szenvedjen el a beavatkozó kollega, illetve a beütés résznél esetleg az akkumulátorból kifröccsenő részek ne okozzanak sérülést. Speciális e-oltólándzsa összeszerelését mutatják a tűzoltók. Világszerte egyre több az elektromos meghajtású jármű, amelyben ha tűz keletkezik, speciális eszközökkel kell beavatkozniuk a szakembereknek. Ezek akkumulátorait ugyanis profilozott lemezekkel, pajzsokkal védik, ami megakadályozza az oltó és hűtőanyag megfelelő helyre történő hatékony bejutását is. Ezért van szükség szúrótüskés eszközre, amit egy 5 kg-os kalapács segítségével 5-6 határozott mozdulattal ütnek az akupakba. Magyarországon már több helyen alkalmaztak ilyen e-oltóláncsát. A tapasztalatok szerint a 600-700 fokra felhevült akkumulátor részeket rövid időn belül 60-80 Celsius fokra tudja lehűteni. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hála Istennek még nem történt meg a debütálása ennek az eszköznek. Minden esetre jobb felkészülni. A speciális e-oltóláncsa mellett MAN-típusú járművekkel is gazdagodott a katasztrófa védelem. 2023. december közepén Budapesten ünnepélyes keretek között adtak át 37 darab új MAN gépjármű fecskendőt. Ezek közül kettő ide Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezett. Egyike itt mögöttünk látható Nyíregyháza hivatásos tűzoltóparancsnokságra, a másik pedig a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóparancsnokságra került. Rövid technikai felkészítés, illetve a humán feltételek biztosítása után Máté-Szalkán február végén, Nyíregyházán itt pedig március elején állítottuk készenlétbe, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve Nyírség 1-es, illetve Máté 1-es hívónévekkel erősítik az adott tűzoltóság mentő tűzvédelmét, sőt tovább megyek, riasztási rendszerünknek megfelelően nem csak itt Nyíregyháza vagy Máté-Szalka környékén, hanem az egész vármegyébe, sőt szomszédos vármegyékbe is bevethetők ezek a gépjárművek. Így már több tucat tűzoltó gépjármű fecskendő van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az új 320 lóerős, 18 tonnás jármű 4000 liter vizet, 250 liter habképző anyagot és teljes rajokat, vagyis 6 tűzoltót tudsz állítani. Mivel egy új technikáról beszélünk, ugye itt például a légzőkészülékek is egy újabb, modernebb, a tűzoltókra figyelő kis számítógépet például hordoznak a hordkeretükön, tehát ezekre mindenféleképpen fel kell készülnünk, ezeknek az új technikáknak ugye az üzemeltetését el kell sajátítani. Természetesen az alapvető szabályokat ugye minden már elsajátították, a tűzoltók tudják ezeket az eszközöket használni, mégis a speciális jellemzőkre külön képzéseket szervezünk, de egyébként tehát minden technikai eszköznek nekünk van egy továbbképzési tervünk, egy éves továbbképzési tervben, minden évben készül egy ilyen terv, és ebbe ugye bele vannak foglalva a meghatározott gyakorisággal ezeknek, akár ezeknek a technikai eszközöknek is a készségszintű használata, hogy történjen meg. A járműben van sávtartó és menetstabilizátor is, valamint automata sebességváltó, amely megkönnyíti az utazást, ezáltal tovább növeli a tűzoltók munkájának hatékonyságát.